Bekerült a Kecskeméti települési értéktár gyűjteményébe a hírös agóra több évtizedes kulturális és közművelődési tevékenysége, az elismerésről és a hírös agóra történetéről, terveiről Bakkalajos ügyvezető igazgatóval beszélgetünk. Jó estét kívánok. Jó estét. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hát mindenek előtt az egész táb nevében szívből gratulálok ehhez a nem minden napi elismeréshez. Pontosan hány éves munkát díjazott ezzel az értéktár? A hírös agóra mai nevén, hiszen azért az elődök más neveket viseltek, 1975-ben nyitotta meg a kapuját, január 11-én. Én emlékszem, akkor 76-ban érettségiztem, és akkor is sétem, ugye Kecskeméti lakos révén itt sétáltam, és emlékszem a nagy gödrökre, a nagy építkezésre és mindenre. Sosem gondoltam volna, hogy aztán még itt igazgató leszek. Szóval 45 év munkáját öleli föl, és hát, hogy is mondjam, ezért mond valamifajta erkölcsi elismerést is számunkra, és külön öröm, hogy a Kecskeméti Értéktár Bizottság akkor, amikor fölvette a Kecskeméti Értéktárba a Híres agórát, akkor rögtön javasolta is a megyei értéktárba való felvételét, hiszen valamikor régen ugye Erdély Ferenc megyei művelődési központként nyitotta meg a kapuit, aztán volt... Hát az a hőskor igen, volt, igen. Igen, az hőskor, aztán utána volt Kecskeméti vagy Erdei Ferenc művelés központ, aztán volt Erdei Ferenc művelés központ és konferencia központ, aztán a végén most híres agóraként összefogja Kecskemét szinte valamennyi közművelődés intézményét. Mivel jár ez az elismerés? Erkölcsi elismerés, vagy valami más lehetőség, és esetleg pályázni is könnyebben lehet? Vagy, vagy hogy kell ezt elképzelni? Én úgy gondolom, hogy az egyik legrangosabb elismerés, mert a közművelődésben dolgozók munkáját mindig a helyben lakók ítélik meg legjobban, hiszen ők azok, akik látogatják az intézményeket, a rendezvényeket, a helyszíneket. Hát a híres agóra végül is értünk van, így ugye? Van, Kecskeméti polgárokért. Pontosan, uh -huh. pontosan. És hát ez az a fajta elismerés, amikor helyben adják. Tudom, hogy a kosúdi sokkal magasabb, de azért erre nagyon büszke a híres agóra, hogy hogy azok, akik itt élnek Kecskeméten úgy látják, hogy elismerésre méltó a munkánk, és nem csak a lábukkal szavaznak ránk, amikor eljönnek az eseményeinkre, vagy a pénztárcájukat nyitják ki, hanem ilyenkor is figyelnek arra, hogy, hogy egy kis büszkeség legyen a mi szívünkben is. Hogyan értesültek erről a díjról? Ez egy folyamat felterjesztés alapján kerül megítélésre. Kecskemétel van egy értéktár bizottság, amely bizottság szakértőkből áll, és ez a szakértő bizottság az, aki mérlegeli a fölterjesztések közül, hogy kit fogad be a kecskeméti értéktárba. Ott voltam a bizottság ülésen, mert ha véletlen valakinek kérdése lenne a munkánkkal kapcsolatban, meg tudjam válaszolni ehelyett inkább dicsérő szavakat kaptunk, kérdés jóformán nem volt, hiszen a bizottság minden tagja hozzánk jár, ha nem is nap, mint nap, de elég sűrű. Egy kicsit tekintsünk vissza a régmúltra. Milyen nagy mérföldkövek voltak azok, amelyek hát meghatározták a művelődési központnak az életét? Mennyire váltott profilt, vagy szélesedett ki a paletta az induláshoz képest? A, általában a közönési intézményekre nagyon jellemző, hogy, hogy nagyon innovatívak, és gyorsan tudnak a, változtatni a munkájukon a környezetük igényei alapján. Természetesen az agórának vagy gyögölődjeinek is voltak ilyen sarokpontok, a szabad így nevezni. Egyszer ugye, mint mondtam, megyei művelődési központként nyílt meg, aztán utána átkerült a városhoz, és a város, fent, a város tartotta, tartja fönt a mai napig tulajdonképpen a, a hírös agórát. Ez egy nagy váltás volt, hiszen egy óriási területet fogott át a, a megyében, az Erdélyi Ferenc Művés központ, és utána ez kecskemétre korlátozódott, nem mint hogyha Kecskemét hatókörében nem lennének településekkel napi szoros kapcsolataink. Aztán következő volt, amikor profilt kellett egy kicsit váltanunk, gondolom a nézők sokan emlékeznek rá, amikor volt egy nagy baleset, leszakadt ugye a mennyezet a, a nagytermünkben, akkor úgy hívták, hogy folyer, akkor elgondolkodtunk rajta, hogy mi történjen, és a Kecskemét városvezetése mindig is támogatta a kultúrát, akkor is oda állt mellénk, és azt mondta, hogy jó, akkor innentől kezdve legyünk konferencia központ, akkor egy egészen másfajta munkába fogtunk bele, és abban is sikereket értünk el, mert az ország egyik legjobb konferencia központjaként még ma is nyilván tartanak minket. És aztán ugye öt évvel ezelőtt, nagy lépés volt, amikor tíz évvel ezelőtt KFT lettünk, non-profit KFT, és öt évvel ezelőtt pedig Agóra, amikor ugye csatlakozottam az akkori kulturális központhoz, az ifjúsági otthon, a helpi, a közösségi terek, a parádi tábor, az otthonmozi, hetényegyháza, közösségi háza, tehát most már egy nagyon nagy, a délalföld legnagyobb közművelődési intézménye jelen pillanatban az Agóra mekkora tömegeket mozgat meg évente a hírös agóra? Erről van-e valami fajta kimutatás? Tehát gondolok arra, hogy koncertek, kiállítások, kézműves szakkörhök, néptánc, és így tovább, és így tovább. Természetesen van, több helyszínünkön is van infrakapu, ami méri a látogató számot. Egyrészt, másrészt ugye kötelezettségünk van, a statisztikai kötelezettségünk minden évben, amit nekünk teljesítenünk kell és ez a statisztika az, ami, ami, azt a látogató számot és azt a rendezény számot tükrözi, ami valamilyen szervezői munkát igényel. Tehát amikor nem azért jönnek be az előcsarnokba, hogy, hogy mondjuk az ingyenes wifi t használják, vagy újságot olvassanak, hanem valami céllal, tehát valami szervezett eseményre, mindig elképednek rajta. Ugye tényleg egy óriási ház vagyunk, Közel 1 millió látogatót fogadunk. És atya világ, nem, nem is gondoltam. Nem ebben az évben, sajnos nem. Örültünk hát volna, igen. ha így van. Nem ebben az évben, de például tavaly 2019-ben közel 1 millió látogatónk volt rá, és kérdezett még egyszer, és le is ellenőrzött minket a minisztérium, hogy most tényleg így van -e, és tényleg így van. És több mint négyezer ezer eseményt szerveztünk. Tehát ebben a nagy koncert, a fesztivál... A közösségi programok, a táncpróbák, hiszen nagy művészeti együtteseket is, is tápolgatunk egy kicsit. Tehát minden ilyen, a tornák, a kismama torna, a minden benne van, de ez négyezer esemény, óriási szám. Egy kollégám, egy másik agóra igazgatója fogalmazott úgy a, a hírös agóráról, hogy, mert egyszer azt mondtam, hogy mi élményt adunk. Tehát nem, nem rendezünk, hanem élményt adunk. Erre mondta, hogy mi nem élményt adunk, hanem élményt élménygyár vagyunk, mert hogy annyi program van egymás után sorozatban, hogy ez már inkább gyár. Ez most egy kicsit meglepett ez a, ez a szám, én is azért képettem el, de hogyha ki kellene emelni egy-egy eseményt, akkor melyik, lett, melyik az, amelyik aztán tényleg elementálisan hatott a híres agórában, illetve Kecskemét polgárai között? Hát 45 év alatt sokat mondhatnék. Ugye igazán, ami, ami a nagy közönség előtt is súlyt jelent, és a szakmában is súlyt jelent események, ezek Például az Agora fesztivál szervező tevékenysége. Tehát ilyen a Névzenei Találkozó, ami, ami ugye ott kezdőd, kezdett el szerveződni. Ilyen a Kodály Művészeti Fesztivál, amelyet az Agora szervez, vagy ilyen a Tavaszi Fesztivál, ami szintén most már egyre kevesebben az országban sajnos belőle, de mi még fenntartjuk, és ha lehet és nincs pandémiás helyzet, akkor ezt szervezzük. Ezek azok, amik, amik, mondjuk nem, a Kodály Művészeti Fesztivál nem szorul szerintem magyarázatra, hogy Kecskeméten miért súlyos ez a fesztivál, de a névzenei találkozó, ez az ország egyetlen olyan névzenei fesztiválja, amely az autentikus névzenével foglalkozik. Tehát nem a, a, a naponta hallható névzenével, hanem az autentikus névzenével, és ez manapság egyre fontosabb, mert hiszen azok, akik ezt még a nap mint nap művelik a népzenét, a hagyományainkat tápolják a Erdélyben, Szlovákiában, Vajdaságban, egyre kevesebben vannak, hiszen öregszenek sajnos. Tehát ezek azok, amik, amik, messzire elvitték a hírét a, a, városnak, de ugyanígy mondhatnám például a Kecskemét táncegyüttes, 45 éves lesz, tehát az ország legjobb táncegyüttesei között tartják számon, nagyon büszkék vagyunk rájuk. Vagy a szimfonikus zenekart, amelyik itt bonta, bontogatta szárnyait a kezdetekben is, de amiből a Ciroka Báb színház kinőtt. Ugye volt egy Báb akkor még a, a az erdeiben is, ebből fejlődött ki a, a, dolog. Ott született meg a csiperó gondolata, a, a, az agó, akkor deáboréka. így van, Deák Tamással, aki most is kollégám bent. Tehát e, e, egy csomó olyan, olyan kezdeményezés született ott, ami aztán később önállóvá vált és saját életet élt, és ugyanígy jó hírét viszi Ez mind szép, és azt hittük, hogy ez a 2020-as év, ez, ez még felülmúlja az el, előtte lévő éveket, de hát beköszöntött a vírus. Hogyan lehet ezt túlélni egyáltalán? Hogyan lehet tervezni a jövőre? Lehet tervezni? Muszáj tervezni. Tehát sokan úgy gondolják, hogy és most a, a napokban, ha beszélgettünk emberekkel, azt mondták, hogy de nincs rendező, be van zárva a ház, akkor mi, mit csináltok? Tehát, mivel foglalkoztok? Na most tudni kell, hogy mi fél évre, egy évre előre tervezünk, mindig. Tehát a jövő-nyári gyermektáborokat, azokat most szervezzük, mert január végén már nyilvánosságra kell hozni, hogy a szülők tudjanak előre gondolkodni. A jövő-nyári fesztiválokat, azokat már most tervezzük. Ezeket már most szervezzük, és mindazt, ami elmaradt ebben az évben, most, vagy pontosabban most ezekben a hónapokban, ezeket megpróbáljuk átütemezni a következő évre olyannyira, hogy 2021-re már nincs szabad hétvégénk. Tehát ha valaki nagy, nagyobb eseményt szeretne rendezni, akkor nem tudunk helyet adni, mert, mert, már annyira teltházas táblásak vagyunk. A másik, hogy tulajdonképpen ez az egyik vonal, hogy tervezünk. Majd módosítjuk akkor, hogyha, ha kicsit elcsúszik a pandémiás időszak. Ha rövidül, akkor megint csak módosítunk rajta. A másik, hogy ugye a Hírös Agóra szervezeti keretein belül működik a Cédrusnet, a gondoskodó szolgálat. A szakmai kollégáim egy része ott teljesít diszpécser szolgálatot, tehát ebben is meg. Most ez egy nagyon fontos hely. <kül> Így van, megpróbálunk besegíteni. És hát mondom, hogy és mondjam, minden olyan egyéb adminisztratív feladatot, amit eddig nem tudtunk elvégezni, ezt most minden bepótolunk, most minden leltározunk, karban tartunk, és a többi. De muszáj terveznünk, mert ha most nem tervezzük meg, és nem szervezzük le a következő évi programokat, akkor nem lesznek programok jövőre. És akkor nagyon fognak hiányozni. Hát kívánom mindannyiunknak, hogy a tervek azok valóra váljanak, akik akkor, amikor önök is tervezik. Köszönöm, Köszönöm. szépen, hogy befáradt Köszönöm a stúdióba. Köszönöm az érdeklődést.